Karcagi Szakképzési Centrum Teleki Blanka gimnáziumában vagyok, ahol Majoros Gergő intézmény vezetőjét kérdezem, hogy a nyílt nap miért fontos az iskolában. A nyílt nap már egy elég komoly tradícióra tekint vissza, hiszen lehetőséget kell biztosítanunk mind a szülők, mind a gyerekek számára, annak érdekében, hogy betekintsenek egy icipicit az iskola életében. Természetesen nem lehet egy iskolát megismerni egy néhány órás látogatás során, de benyomásokat lehet kapni ezzel kapcsolatban. Ha a diáknak már konkrét elképzelése van, hogy ő milyen szakmai területen szeretne tovább tanulni, akkor órákat látogathat, de az óra látogatás előtt egy általános kép szeretnék nyújtani az iskoláról. Ez egy olyan 40 perces előadás a legfontosabb tevékenységünkről, és arról, hogy hol, mit, miért lehet tanulni. Kik kísérték el a diákokat? Most azt látjuk, hogy elsősorban a szülők, tehát a szülők száma az elég komolyan növekedett az előzőekhez képest. Régen a látogatóknak 1-2%-át alkották a szülők, most már szinte az 1/3-át. Ebből is látszik nagyon jól, hogy a szülők egyre komolyabban, egyre több információ összegyűjtésével próbálnak dönteni. A tavalyihoz képest nagyobb az érdeklődés? Ugyanolyan. Nehéz megítélni, a körül van, ahhoz képest. Ha azt veszük, hogy tavaly 110 diákot vettünk föl, most is körülbelül olyan az érdeklődés. Melyik ág a legkedvezőbb? Tehát kinek melyik? Ezt lehet mondani. Nem akarom azt mondani, hogy erre jelentkezzenek a diákok, vagy arra jelentkezzenek. Vannak olyan réteg szakmák, amelyek kevesebb diákot érintenek. Nyilvánvalóan az idegen nyelv oktatása az jelenleg nagyon kiemelt terület, hiszen a felvételinek követelménye. A szakgimnáziumot váltó technikumban pedig úgy tűnik, hogy az közgazdaság, az informatika az, ahol a legtöbben jelentkeznek. Vannak-e új ágak? Nem, jelenleg a meglévőket próbáljuk egyre jobban csinálni.